Jacko 2023. Tavaly nagy újdonság a Jackónál a játékbabák voltak. De idén megint nagyon durrantottak. Mik lehetnek a Jacko 2023-as újdonságai? Ezt fogjuk most bemutatni. Andrea? És Hunor. A jogopé tulajdonosai. Igen. Na, szerintem ne is szaporítsuk a szót. Tehát akkor a Jacko 2023-as nagy újdonsága az autók. Jackónak eddig nem voltak kis autói, de most beújított, és nem is akármit újított be. Uh-huh. Úgy hívja ezt az autókollekciót, hogy Crazy Motors, összesen 24 féle kis autó található benne, amik őrült jól néznek ki. És nekem ez a kedvencem. Őrült pilótájuk van, ez a kedvence. Feltételezem, hogy hamarosan ez az asztalán fog landolni. Ez már ott landol. Ja, jó van. Uh-huh. És amitől különlegesek, nagyon-nagyon extra kinézetük van az autóknak, és a sofőrjeiknek is. Sofőröket nem lehet kiszedni belőle. Amúgy egy grafikus tervezte őket, egy híres grafikus, Steve Simpson. Után is tudsz nézni, hogy ki ő, meg miket. Amúgy megnéztem, hogy már dolgozott Ed Sheerannal is, igen. És mutatjuk, nem hoztuk el minden 24 autót, de egy jó párat be fogunk mutatni, de az összeset tudod csekkolni majd a Jogoplay oldalán, de melyik lesz a következő? Mutatom a következőt, jó? Itt gurul. Amint látod, remekül gurulnak, ugyanis gumikerekei vannak ezeknek az autóknak, és nagyon jó a súly elosztása is. Olyan, mint egy matchbox, fém a váza, és ugye a alsó lesz az műanyag, és a kerekei pedig gumik. Igen, és az ilyen kis kiegészítők, mint ennek az autónak a szárnya az műanyag, de az alap az egy fém, és gumikereké vannak, és nagyon jó súlya van emiatt, tehát, hogy iszonyat jól gurulnak. Uh-huh. Okay, és hát a 24 darab autó remekül gyűjthető, apró ajándéknak is szuper, névnapra, szülinapra. Mutatom a következő klasszikust. Rendőr. Egy rendőrautó. Bajszát figyel, a rendőrbácsinak, ott figyel a kis bajusz. Ilyen a rendőr. És a másik ilyen nagy klasszikus a rendőrautó mellett a taxis. Taxi. És a taxisnak van bajsza? Na ne. Bajusz és napszemüveg. De a rendőrnek is napszemüvege van. Uh-huh. Elég menő, nem? Elég jól néznek ki. Oké. Okay. Következő? Következő az nagyon különleges autó, teljesen más, mint amit ezek, mint szuperhős autók, vagy ilyen kicsit Batmanes autók, de ilyet még én nem láttam. Na, Escobizla, döcsé. Ez egy halautó, vagy nem tudom, ez, de mindenkinek van neve. Ez UFO. 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 Az olyan, mint egy madár. Nem, ez valami madárszerűség. Van másik. Ez elég érdekes. Hát tudod? Ez így néz ki. De akkor most jön az UFO. De ez ráadásul hátul így van a két kereke, mint egy ilyen triciklinek kvázi. Az, ha az, mi az, nem UFO, az búvár. Akkor ez a búvár. Ez mélytengeri búvár. Ez csak? Ez is menci. Mit szokott mondani az unoköcsém? Búvár. Tovább nem mondom. Oké. Jön a következő, figyelj, ez egy elég különleges, figyelj. Mivel ez lila, ez a Vivinek a kedvence, fogadjunk. Uh-huh. Ugye? Ez az Vivinek a kedvence, ez egy cápa autó, nem? De csak belül milyen marcos emberül? Elég rossz arcú. Uh-huh. Ennek vannak ilyen szárnyai. Igen, ez a cápa autó. Az a cápa úszony. Uh-huh. Oké. Okay. Figyelj, jön a következő, ez egy igazi különlegesség. Ez meg egy ilyen tűzautó. Ezt nézd. Ilyen ettuti nincs. Az biztos. Én nem tudok választani, melyik kerüljön az én asztalomra. Jó, mutatom. Mondd meg, hogy melyik kerüljön az én asztalomra, mert én nem tudok dönteni. Ez is egy igazi különlegesség. Ez az arany, ez elég menci. Egy arany versenyautó. Ezt nézd. És lehet velük versenyezni, ennek a hátulján meg csillag van, ez lehet, hogy amerikai kapitány titokba. Jó, és van még egy, amit bemutatok. Ez is egy igazi kincs. Tö-tö-tö-tö! Erre azt mondták, hogy oktopusz, de szerintem ez inkább pók. Ezt nézd. Nem?
Tehát nem polip, ez pók. Te mit gondolsz? Szerinted ez polip vagy pók? Na hát ilyen különleges autókat tervezett, ez Steve Simpson, grafikus, és ez mondom, akkor nem teljes kollekció, mert szerintem 10 darabot hoztunk el, tehát még van 14 darab, amit a weboldalon tudsz csekkolni. Na, mint látod, az autók mérete akkora, hogy elfér így bőven, tényleg akkora, mint egy matchbox gyakorlatilag, ez a klasszik matchbox méret, súlyra is körülbelül az, elfér zsebbe, marokba, mindenhol, tehát, hogy nagyon kis szuperek. Tehát, ha megnézted a ha kinézted a kedvencedet, akkor nézd meg a weboldalon is, mert tele van ugye 24 darab, tehát csekkolt, melyik a kedvenced, és írj meg kommentben, hogy melyik volt ezek közül a kedvenced, és igen, miért. Igen, azt írd meg, hogy melyik kerüljön az én asztalomra, mert én nem tudok választani. Jó. Na, örülünk, hogy itt voltál, a Hunor be fogja linkelni a kis autókat a weboldalra, és most már a Jacko francia játékgyártónak nem csak fejlesztő játékai vannak, bébi játékai, kreatív játékai, játékbabái, hanem autói is vannak. Így van. Méghozzá nem is akármilyenek. És még annyi plusz hír, hogy jövő héten meg fog változni a stúdiónk. Egészen különleges új stúdiónk lesz jövő hétfőn. Na, hát ott fogunk várni akkor jövő héten. Örülünk, hogy itt voltál. Ha bármi kérdésed van, nyugodtan tedd fel itt kommentbe, vagy írd nekünk e-mailt, hívjál minket, válaszolunk. És csekkold a weboldalon. Örülünk, hogy itt voltál. Ciao. Csumi.